is példát rá. Egyre nyilvánvalóbban válik el a hazai egészségügyben az állam és a magánszektor. Ez óriási gondot jelent a legtöbb nyugdíjasnak, az ő juttatásaik ugyanis nem nőttek olyan mértékben, mint a bérek az elmúlt években. Erről beszélt Szekszárdi sajtótájékoztatóján Kóros Lajos, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának szocialista elnöke. Kóros szerint az, hogy egyre több orvos hagyja ott az állami intézeteket, hogy kizárólag magánpraxisban dolgozzon, ellátási nehézséget okoz. Ez pedig azoknak a nyugdíjasoknak jelent problémát, akiknek leginkább szükségük lenne a jól képzett szakemberekre. Mi azt látjuk, hogy a kormányzatnak valami fogalma sincs arról, hogy mit kéne csinálni, már pedig az egészségügy rendbetételének ez a két legalapvetőbb pontja, ahol érdemben lehet ellátást javítani, alapellátás és a sürgősségi ellátás. Harangozó Tamás, a Szekszárdi választókerület MSZP-s országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy Tolna megye az elmúlt 8 évben a reménytelenség megyéje lett a kormány politikája miatt. Ott az elmúlt 8 évben 11 ezer fővel csökkent Tolna megye létszáma, amit nem nagyon lehet máshogy értelmezni, mint ahogy az előbb én magam is mondtam. Csak idén 700, több mint 700 fővel fogyott. Természetes módon, hogy ha lehet így fogalmazni, a megye létszám, ez azt jelenti, hogy ennyivel többen haltak meg, mint ahány gyermek a világra jött Tolna megyébe. Az MSZP-s politikusok a Szekszárdon megtartott nyugdíjas parlament nevű rendezvényen beszéltek arról, hogy mit gondolnak a kormány politikájáról.